A hibátlan Ferencváros az eddig 3 pontot gyűjtő utolsó előtti Feminát fogadta saját sporttelepén a Bihari úton, ráadásul egy Újpest elleni 9-0-ás kupa sikerrel melegített, miközben a Femina nagy meccsen büntetőkkel vérzett el a Viktória ellenében. Ráadásul a Rákos Palotaiak hétközben játszotta. Továbbra sincs kapusuk, illetve aki van sérült, így a vészkapus Szinnyei áll a pirosok hálója előtt. A 13. percben egy lendületes ferencvárosi akció, rögtön gólt hoz, ki fogják találni ki? Orzsi, ő 4-et szerzett az Újpest ellen a Magyar Kupában. Itt is megvan az első neki. Egyébként dicsérjük meg Krasjani passzát is. Aztán Addo és Orzsi összjáték, és persze, hogy akkor gól a vége. Csak 2 perc telt el az előző Orzsi találat óta. Aztán újabb 2 perc múlva egy baloldali bedobás, Szabó, Zágor, ügyesen teszi tovább. Bulatovic, óriási lövés, nem is tudott rá mozdulni a vészkapu Szinnyei. Ez eddig baj könnyen, baj puhán megy a Fradinak. Nagyon úgy fest, hogy ahogy szokás mondani, feltartott kézzel jött ki a pályára a Femina. Ez bizonyítja a következő gól, Bulatovic. Krasjanis Petra neki is adott egy gólpasszt. 4-0. Épp hogy elkezdődik a játék a középkezdés követően, mindenki a másikra fár, aki nem, az meg rosszul dönt. És Orzsi köszöni szépen. 5-0, ez a jelenet nagyon jól mutatta, hogy a Femina milyen mentális állapotban volt ezen a délutánon. De hát a Ferencváros nem kegyelmez. A 31. percben egy szöglet után Szabó Dorottya kicsit távol került tőle a labda, de így is behullott a léc alá. Ez már a 6. ferencvárosi találat. Látszik, hogy Szinnyei csupán vészkapus, így őt nem is lehet elmarasztalni. 33. perc, hát megint nem telt el sok idő gól nélkül. Zágor nagyon önzetlen odavarázsolta a labdát Orzsi fejére. 7-0, ebből 4 találat Orzsi. Sztár Gabrielának ez sikerült már egy meccsen 4-et szerezni. Orzsinak viszont egy fél időben sikerül. Itt még Zlidnisz is betalál, pedig az észlány nem a gólokról híres, mégis a középső védő, de most előre jött a szabadrúgáshoz. Szinnyeiről bepörgött. Ez volt a 8. Aztán egy Krasjanis szóló, és gól 9-0. Krasjanis Petra gólszerző. Csilla is feliratkozott már időn a góllövő listára, de ő a Viktória otthonában. Még a szünet előtt jön a 10. is, Orzsi repül be, és előzi meg a kapust. 5. meccsén a 15. gólját szerezte. Egy fél idő alatt 5-öt, egyébként meg 4-jel többet szerzett, mint az egész Győr, 5-tel többet, mint az egész Viktória csapata a szezonban, 10-zel többet, mint mondjuk a Kóka, egymaga. 46. perc, ott folytatja a Fradi, ahol abbahagyta a szünet előtt. Itt egy újabb gól, a 11. Most Orzsi volt a kiszolgáló, Bulatovic a végrehajtó. Sokan nem zavarták a pirosak közül őt sem. Kicsit már lazábbra vette a Fradi, mert 20 percig nem esett gól. A 65. járunk, Bulatovic, bődületes nagy szabadrúgás gól a bal alsóba. Megvan a montenegrói válogatott lányzónak, és a 4. aznapi találata, a Fradi pedig ez már a 12. csapat szinten. És hogy igazán babonássá váljon a Femina a 73. percben, Bulatovic néz föl, és Szabó Dorottya bestukkolja. 13. Utoljára az MTK szerzett ennyit, még az Újpest ellen 2 évvel ezelőtt. Nyilván az, hogy ekkora lesz a különbség, arra nem számoltunk. Azért a Femina jó csapatokkal játszott ma nagyon szoros eredményt. Ugye a héten 2-2-vel esett ki a Magyar Kupából 11-esekkel a Viktória ellen, ami szintén egy jó futballcsapat. Illetve az MTK is megküzdött velük, egy szoros 2-0-val tudtak csak a Feminán felülkerekedni.
Ez a mérkőzés így sikerült, úgy gondolom, hogy a csapatra nagyon büszke vagyok, mert egy nagyon profi módon végdolgozott mérkőzésen vagyunk túl. Én mindig elmondom, hogy nagyon intelligens csapatom van, és ezért fokozottan büszke vagyok rájuk. Ugye mi leálltunk az MTK elleni második félidőben egy megnyert mérkőzésen, és abból úgy látom, hogy tanult ez a csapat. Most végdolgozták a második félidőt is, illetve úgy játszottak, hogy egy ferencvárosi zöldfehér csapatnak kell a hazai pályán végdolgozni egy meccset. Minket úgy küldött ki a pályára az edzőnk, hogy minél több gólt szerezzünk, tempósan játszunk. Hát ez volt a célunk, tehát nem meglepetés volt, hanem sikerült érvényesülni a pályán. A mérkőzés ott ment, hogy szerdán játszottunk egy kupameccset, és mivel eléggé vékony a keretünk, és ugye hát azt nem kell mindig elmondanom, hogy ugye ez egy most alakuló csapat, tehát hétközben ráadásul ugye vannak ezek a különböző elfoglaltságok, munkahelyi, iskolai, ez az amaz, hát szerda után nem igazán tudtam találkozni a csapattal, tehát így azért nagyon nehéz felkészülni egy ilyen játékos állománnyal rendelkező csapat ellen, ahol mondjuk nem tudom én, nagyon bő a keret, tehát itt mondjuk ki tud három csapatot is állítani az edző, és olyan játékosokkal, ahol mindenütt válogatottak vannak, ráadásul olyan külföldi játékosok, akik a magyar játékosoknál sokkal jobbak, tehát azért egy ilyen csapat ellen nagyon nehéz felvenni a harcot. Főleg úgy, hogy azért fizikálisan is azért látszott, hogy elfáradtunk, azért ez a szerdai meccs az sok volt itt, tehát két meccs egy héten az sok volt, és főleg fejbe adtuk fel, én azt láttam. Tehát hogy jöttek azok a gólok sorba, most az, hogy szerencsés, hogy milyen gólok voltak, és ez fejbe feladták a játékosok, nagyon sokan. Én annak örülök, hogy a második fél időben azért volt tartása a csapatnak, és nem szórtak meg jobban bennünket. Ebből már lehetne építkezni, de szóval azért fejbe helyre kell rakni még a csapatot, úgy látom. Azt gondolom, hogy talán lelkileg egy erősebb csapat vagyunk. Persze össze kell még mindig rázódnunk, mert nagyon-nagyon újoncként álltunk így össze. Tehát én is teljesen új voltam. Én úgy gondolom, hogy a csapat maximálisan, tehát túl fog ezen rendülni, és tanulni fog a hibáiból.